Üdvözöllek benneteket! Folytatjuk a Python programozás tanulását. Az aktuális feladatunk a következőt kéri. Írj programot, amely egy beolvasott számlón kiírja, hogy 100-tól nagyobb, kisebb vagy egyenlő 100-szal. Hát láthatjuk, hogy az előző feladathoz hasonlóan az elágazást kell majd, hogy használjuk. Viszont az előző feladatban két lehetőségünk volt, ha visszaemlékezünk, az a páros páratlan szám. Most viszont az kell, hogy legyen, hogy 100-tól nagyobb, kisebb vagy egyenlő. Amit láthatjuk, most három lehetőség közül kell majd választani. Induljunk az elejével, és oldjuk meg az, ami számunkra könnyebb lesz. Szükségünk lesz egy számra, hát akkor legyen az a számváltozó, amit a felhasználó be fog majd vinni. Tehát jön az a klasszikus int és input, és a segédszövegünk legyen egy olyan, hogy kérek egy számot. Miután ezt a számot beolvastuk, el kell döntenünk, egyelőre foglalkozzunk a 100-tól nagyobb vagy 100-tól kisebb résszel. Majd a végén a harmadik részt is, amikor egyelő, azt is megoldjuk. Nagyon egyszerű lesz a dolgunk, ugyanis az if utasítást használva az első lehetőség például legyen az, hogy nagyobb legyen, mint 100, akkor azt fogom írni, hogy a szám nagyobb, mint 100 jelen esetben, ugye így kéri a feladat. Természetesen ez a változó lehet más értékű is. Ebben az esetben, hogyha a mi számunk nagyobb, mint 100, csak ki kell, hogy írjon egy szöveget a beolvasott szám nagyobb, mint 100. Mi van akkor, hogyha nem teljesül ez, hogy nagyobb, mint 100? Tehát az else utasítást is használhatjuk. És egyelőre, még egyszer mondom, ne foglalkozunk azzal a szituációval, hogy lehet nulla is, vagyis hogy lehet egyenlő is, mint 100. Legyen az, hogy vagy nagyobb, mint 100, vagy pedig kisebb. Úgyhogy ezt a sort csak meg kell, hogy ismételjem, tehát a print és a beolvasott szám kisebb, mint 100. Próbáljuk ki, nézzük meg, hogy az eddigi programunk hogyan fog működni. Beolvasunk egy értéket, például 150-et, és azt írja ki, hogy a beolvasott szám nagyobb, mint 100. Ha most újból kipróbálom, kér egy számot, például 99-et, és azt írta ki, hogy a beolvasott szám kisebb, mint 100. Hát akkor most próbáljuk ki, amikor egyenlő lesz 100-zal, beírom, hogy 100, és azt látjuk, hogy a beolvasott szám kisebb, mint 100. Miért kaptuk azt a választ, hogy kisebb? Ugyanis a nagyobbat tettük elsődlegesnek, és minden más, jelen esetben ugye az egyenlő, mint 100 is ebbe a részbe került, így tehát a beolvasott szám kisebb, mint 100. Hogyan tudjuk orvosolni ezt a problémát? Hiszen láthatjuk, hogy nem elég csak ezt a két ágat lekérdezni, hanem szükség van egy harmadik águnkra is. Az egyenlőséget most úgy fogjuk beiktatni, hogy mielőtt hozzáfognánk erre az ágra, az if elé fogunk írni egy új dolgot, tehát egy újabb lekérdezést, és azt kérdezem le, hogy az if a szám egyenlője 100-zal. Ugye tanultuk, hogy amikor lekérdezünk, tehát, hogy a szám egyenlő 100-al, akkor dupla egyenlőségjelet teszünk. Ha csak cimplát tennénk, akkor azt mondanánk, hogy a szám legyen egyenlő 100-al. Tehát mi most lekérdezzük. És igen, hogyha egyenlő 100-al, akkor egy nagyon egyszerű kis szöveget kell, hogy kiírjon, hogy a beolvasott szám egyenlő 100-al. Így már a 100-as rész működik. Viszont a többi nem fog működni. Próbáljuk ki újból a 100-ra, és látni fogjuk, hogy sajnos most kétszer is működésbe lépett a kiíratás, ugyanis ebben az első részben az állításunk igaz, ki is írta, hogy egyenlő 100-zal, viszont a második if-ben továbbra is, mivel nem nagyobb, mint 100, hanem egyenlő, a második ágon azt írta ki, hogy kisebb. Ezt a második részt kell most, hogy orvosoljuk, mégpedig a következőképpen. Láthatjuk, hogy az if az mindig két lehetőség közül ad választást. Így az első if után praktikusan egy else utasítást kell tenni. Viszont az else most kapcsolatban lesz ezzel az if-fel,
és az else if utasításra most fogunk megtanulni egy újabb utasítást, az else if, mindjárt le is írom, és jobban lehet érezni, az else if, ezt egyszerűen összeragasztjuk, és a se kijön belőle, és marad csak olyan, hogy elif. Ez az elif valójában a következőt jelenti. Az ifre ezek szerint akkor már nincs szükség, tehát az else ág alatt kérdezhetjük a következő dolgokat. Így most ezt az ifet innen kitöröljük, tehát ha a szám 100, akkor kiírja azt nekünk, hogy 100. Különben kérdezi. A különben alatt most már azt mondja, hogy a szám biztos, hogy nem lesz 100, tehát vagy az egyik, vagy a másik lehetőség fog akkor érvényesülni. Így akkor a 100-ra nem fog belekerülni, nem fogja kérni nekünk kétszer, mint ahogy láthattuk az előző esetben. Még egyszer, mit csináltunk? Az else és az if utasítást összegyúrtuk, és kaptunk és használunk egy elif utasítást. Tehát amikor dupla elágazásról van szó, akkor megyünk ilyen formában. Ellenőrizzük le most a programunkat. Kérek egy számot, nézzünk először egy nagyobbat. A beolvasott szám nagyobb, mint 100. Jó. Most egy kisebb szám. A beolvasott szám kisebb, mint 100. És akkor most jön a lényeg. Kérek egy kis dobpergést, hogyha 100-et beütjük, azt kapjuk, hogy a beolvasott szám egyenlő 100-zal. És láthatjuk, hogy csak egyszer írta ki, hiszen amikor teljesült az első ág, onnantól kezdve a második ágra már nem is lépett rá. Egy kis segítség, hogy ezt még jobban megértsük, hiszen ezt nagyon sokszor használjuk. Készítettem egy kis sémát, ahol megpróbálom újból ezt elmagyarázni. Íme, elérkeztünk az első elágazáshoz, megkérdezzük, hogy a számunk 100-e. Ha igen, egyetlen egy dolgunk van, kiírni azt, hogy egyenlő. Láthattuk, hogy ez történt most. Ha nem 100 a beírt számunk, akkor elmegy erre a másik ágra, és ebben az második ágban, ahol ugye használtuk az elif utasítást, ami az else és az if-nek az összegyúrásával keletkezett, ebben a részben a szám már biztos, hogy nem lesz egyenlő 100-zal, hiszen ha 100, akkor ezen az ágon kifutott. Vagy az történik, hogy nagyobb, mint 100, vagy az történik, hogy kisebb, mint 100. Ha nagyobb, mint 100, kírja, hogy nagyobb, ha kisebb, mint 100, akkor pedig kírja, hogy kisebb. Valójában a feladatunkat mi már meg is oldottuk, csak egy kis plusz magyarázat még erre az if, else, illetve az elif utasításokra. Ennyiből állt a mi kis feladatunk, remélhetőleg érthető volt, ezt majd a későbbi feladatoknál nagyon sokszor fogjuk még használni. Köszönöm a figyelmeteket!